Sziasztok! Köszöntelek benneteket hulladék nélküli kertemben, és köszönöm, hogy ma is csatlakoztok hozzám. Ma egy kicsit sem szokványos tavaszi levendula projektet mutatok nektek. Azért nem szokványos, mert a levendulával általában nyáron szoktak a legtöbben foglalkozni, amikor a virágzás szezonja van. A levenduláimat nézegetve találtam pár olyan ágat, amit érdemes levágni. A levendulának minden része használható, nem csak a virágja, hiszen minden része tartalmaz illatanyagot. Ezért a most levágott ágakat gyorsan feldolgozom. Egy részét megszárítom, amihez egy faládára rácsot és tiszta konyharuhát helyezek. Erre kerülnek a leszedett levendula levelek. Ez egy napos, jól szellőző, száraz helyen, egy-két hét alatt meg is szárad. Hogy mi lesz a szárított levendula levélkéknek a sorsa, azt pedig majd egy következő videóban fogom megmutatni nektek. A levendula ágak friss csúcsait külön teszem, mert ezekből további levendula bokrokat szeretnék szaporítani. Ágak végeit őrölt fahéjba mártam. Ez fertőtleníti a friss vágási felületeket, így nagyobb eséllyel fog gyökeret ereszteni. A levendula óvodám kis újoncai komposzteával dúsított esővizet kapnak kezdésnek. Érdemes őket napos meleg helyre tenni, viszont figyelni kell nagyon arra, hogy nehogy kiszáradjon a talaj alattuk. A megmaradt csupasz levendula ágakat egy spárgával csokorba kötöm, és este a teraszon meg tudjuk gyújtani. Így szuper levendula illatú füstölőt tudunk készíteni. A friss ágak egyébként sokkal jobban füstölnek, szúnyogos időszaknál ez kimondottan hasznos lesz majd. Bízom benne, hogy ez a tavaszi videó inspiráló volt számotokra, és ti is felismeritek, hogy a levendulában nem csak a virágja az, ami nagyon szép és hasznos, hanem minden egyes porcikája. Ha szeretnétek a témáról beszélgetni, akkor írjatok a videó alatt, de megtaláltok Facebookon és az Instagramon is. Hamarosan találkozunk, legyen szép napotok! Sziasztok!